Itt vagyunk, most kezdjük meg a negyedik videónkat, és ebben egy elég rendhagyó téma lesz, ami arról fog szólni, hogy mi TG-vel miért kezdtük el, miért edzünk együtt, és hogy miért alapítottuk meg ezt a csapatot. De most pedig egy olyan rész következik, amit még soha nem csináltunk, ez egy új ötlet volt, TG-nek az ötlete volt, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk ezt a videót. Belementünk, itt vagyunk, elkezdjük. Na most arról van szó, hogy profi gyümös rendelésünk megérkezett, és most fogjuk kibontani. Van benne egy-két finomság, okosság, ami kell, egy pár szót el fogunk róla mondani, és megnézzük, hogy mi van benne. A Kevin LeBron neve alatt futó márkát, abból próbál TG tömegnövelőt, és úgy döntött, hogy vesz egy ilyen Scatterbrain nevezetű pörgetőt, mert kíváncsi vagyunk rá, hogy ez is mit hoz. Nagyon jó volt az íze a tömegnövelőnek, amit vett. Nagyon-nagyon tetszik, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Igazából nem tudom, hogy mivel tér el a többi pörgetőtől, de amit azonnal meg szoktunk nézni, az a koffein. Hogy hol a geciben van itt a koffein? Niacin van benne, ugye B-vitamin, beta-alanin. Azt mondja, várjál, egy adag. De most mi a kurva anyja? Szemény 100, 130. Mi van? Ja, hogy, hogy 133 kiló fölött, vagy 133 kiló vagy alatta, fél kupak, fél kanál, és 133 kiló fölött pedig egy egész adagoló kanál, 7,4 grammos, azt írja, hogy 200 ml vízbe. Milyen íze van amúgy, tesó? Miért rendeltél? Faszomba van itt rajta. Hol a kurva anyjában van az íze? Tényleg, hol van rajta, bazdmeg? Időközben az előbb kerestem, hogy hol van rajta az ízesítés, de megtaláltuk. Olyan eldugott, össze-vissza szar helyen van, bazdmeg, gyere! Nézzétek, sehol nincs rajta bazd meg az ízesítés, és hogy úgyse fogjátok annyira látni, de meg fogom mutatni, hogy hol van. Az égvilágon sehol nincsen, kivéve ott. Görögdínje ízű. Az még ilyen szart egyébként, hogy a faszba lehet ilyen köcsök helyre kirakni, na mindig. Ami még van, az egy séker, ami bolondtánoszos. Mert szeretjük a bosszúállókat, úgyhogy TG úgy gondolta, hogy vesz magának egyet, szerintem kurva jól néz ki. Nekem is van ilyen, csak Supermanesben, amit tőle kaptam születésnapomra, úgyhogy most már ez is közös, szinte. A következő az egy szájtekes termék, ez a Taper GH, egy lefekvés előtti formula, sherry vaníliás, és elvileg ez tesztoszteron és növekedési hormon serkentő, úgyhogy azért lenne fontos éjszaka, mivel a növekedési hormon éjszaka termelődik és pihenés közben, és mivel a hatásos pihenés az az éjszakai alvás, ezért esti alvás előtt kell meginni. Ilyet már szedett, ez most a harmadik. Szerintem jó volt, különösebbet nem érzett, azt mondta, de azért én láttam rajta, hogy jött valamennyit. Előbb elbasztuk, mert csak úgy eldobáltuk, de... Na. Akkor szóval van még egy általunk nagyon-nagyon kedvelt ilyen kreatin formula, ami van BCA, kreatin, vannak benne különböző vitaminok, és egy picit cukros. Próbáltunk már szőlős ízben, most pedig narancsosat próbáltunk, és ez eddig a kettő közül a legjobb. Ez pedig nem más, mint a MuscleTech Celtech Performance. Én nem nagyon szoktam kreatinokat inni, még csak kétfélét próbáltam, kreatinetilésztet próbáltam, kreatin monohidrátot, de az eddigi három közül ez tetszik a legjobban, és azt mondom, hogy tényleg két hét után már érezhetően betelsz, kikerekedsz, és azért elég jó, és tartja az erőt is. Elvileg ez egy olyan kreatin formula, aminél nem kell szünetet tartani, úgyhogy szinte akármeddig lehet szedni, amit szoktunk használni.
az TG szokta használni ezt a TPRGH-t, ezt a növekedési hormon és tesztoszteron serkentőt, szokott pörgetőt használni, amiből most éppen a kevilövronos, ez a scatterbrain van használat alatt, meg ezt szokta használni edzés végén a kreatint, emellett különböző multivitaminokat szokott, a multivitaminok közül a Biotech USA-től szokta használni a daily packet, de általában meg a Scitech Nutrition-től szoktuk a Multipro Plus-t, azt én is szoktam használni. Amit én használok, az annyival egyszerűbb, hogy most ezt a Cetaphil-on szoktam használni. Mivel laktózérzékeny vagyok, és úgy vettem észre az elmúlt években, hogy a teljes dolgokat eléggé nehezen tudom megemészteni, ezért én csak marrafehérjét szoktam szedni. Azok közül is ugye próbáltam a Scitech-eset, nekem nem volt tőle bajom, de az íze az pocsék volt számomra. Próbáltam a Biotech USA-től, és nekem ízre az nagyon-nagyon bejött, az ízkombinációk is nekem számomra nagyon tetszettek, ugye van belőle a kókuszos csok is, van belőle a vaníliafahé, meg van belőle az epres. Én mindegyiket kóstoltam, amiből nagyobb kiszerelést vettem, az a vaníliafahé és a kókuszos csok is. Úgyhogy igazából nekem multivitamin, fehérje, meg ez a kreatin, amit használok, azon kívül az égvilágon semmi. Hát akkor kezdjük azzal, hogy miért kezdted el ezt az egész edzés dolgot, mi volt az, ami arra vezetett nálad, hogy te elkezdesz az egészet? Azért kezdtem el, mert nagyon vékonynak éreztem magam, nem voltam megelégedve magammal, voltam 50 kiló, és akkor mondtad, hogy kezdjek el veled járni edzeni, és így kezdődött ez az egész. Úgy érzem, hogy most már szépen haladok. Hogy honnan jött ez a csatorna ötlet, hogy honnan jött ez a csatornás dolog, hogy mi egyáltalán ebbe belefogunk? Nagyon sok motivációs videót nézünk mind a ketten, sok embert követünk, és igazából úgy voltunk vele, hogy miért ne kezdhetnénk el mi is. Sok edzőterembe szerettünk volna eljutni, ez meg is valósult tavaly, de idén is nagyon sok helyre tervezünk menni, és akkor úgy voltunk vele, hogy ezt felvennénk. Gyöngyösen kezdtük el ezt az egészet a Titánban, azóta folyamatosan nyomjuk, és tervezünk nagyobb városokba is eljutni edzőtermekbe, és igazából ezt szerettük volna veletek megosztani, bemutatni az edzőtermeket esetleg. Aki esetleg most kapna kedvet hozzá, annak egy kis bátorítás, hogy milyen élet zajlik ott, mik vannak ott, hogy viselkednek az emberek. Így van, ezt szeretnénk nektek átadni, úgy, ahogy ezt mi látjuk. Tényleg nagyon sok helyre tavaly nyáron eljutottunk, mert úgy éreztük, hogy el kell, hogy menjünk, mivel szerettük volna megismerni a többi megyében lévő nevesebb termeket. Az utazások közben jutott eszünkbe és fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha esetleg mi is ezeket fölvennénk videóra, aztán utána vissza tudnánk nézni. És mivel rengeteg motivációt nézünk én is és Gábor is, pontosan emiatt határoztuk el, fölvetette az ötletet, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk egy YouTube csatornát, amire rögzítve online tudnánk ezeket tenni, hogy más is foglalkozzon ezekkel, vagy hogyha esetleg kedve van, akkor meg tudja nézni. A 2019-es tervek így ezzel, hogy megcsináltuk ezt a csatornát, igazából konkrétan az lenne, hogy azt, amit nem tettünk meg tavaly, hogy eljutottunk bizonyos termekben és ott edzettünk, szeretnénk ezt rögzíteni. És szeretnénk azt, hogy azok az emberek, akik tényleg esetleg úgy állnak hozzá, hogy nincs bátorságuk, nincs kedvük, vagy nagyon félnek attól, hogy mi fog történni, hogyha elmennek egy edzőterembe, vagy hogy úristen, ott mi van, képernyőkön keresztül több minden átjöjjön, ezáltal leküzdjék a gátlásokat, a félelmeket, és így tudjanak eljönni. Úgyhogy szeretnénk mindenkit segíteni, támogatni ezzel. Szép napot kívánunk mindenkinek! Mai első challenge, Esco, Ups, Star Wars-os zsebkendő, körülbelül 12 méter. És itt most. Itt vagyunk, megérkeztünk Egerbe a Plaza Fitnessbe, várjuk a liftet, megyünk föl, aztán el fogjuk kezdeni az edzést. Szép napot mindenkinek! Keverünk most! Kevillevron! Scatterbrain! Panaszos sékerbe.
múltkori videóban említett, bemutatott megvásárolt csőgőnkbe. Bemutatjuk a legfontosabb kellékeket, ami kellni fog egy edzéshez. Mindenféleképpen valami, de hogy ne legyél olyan büdös, mint én. Tízi, te mit használsz? Nagyon szeretjük. Első, másik videóban mutattuk, a Tesco videóban mutattuk, hogy mennyire szeretjük ezt. Yes. Most ezt próbálom ki. Legjobb. Amit nagyon komolyan szarnát is. Moszkvában a szocialista gyereknapon lassan kezd befejeződni, mert még a nap is lemegy, úgyhogy végeztünk az edzéssel, és lassan megyünk hazafelé. Sziasztok! Sziasztok!